És azt is meg ez kell érthető, érteni. Ez valóban érthető. És azt is meg kell érteni, és ebben, hogy a magyar kormánynak e tekintetben csak az a választása van, hogy árat támogat, de akkor a gazdagokat támogatja, vagy célzottan szociális helyzet alapján támogat. Mi az utóbbit választjuk. Jó. És nem csak a gazdagokkal van baja. Nem csak a gázról beszélek. Csak én a közös felelősségről és egy érzelemről. De én meg a közös felelősségünkről, mert nem csak a politikának kell megváltoztatni. Tudja, hogy az emberek azt is mondják ám, hogy 1 millió forintot sem lehet tisztességesen keresni. Pedig a magyar televízióban nagyon sokan kerestek nagyon tisztességes munkával. Nem jó, ha rájátszunk arra, hogy Magyarországon nagyon-nagyon erős ilyenfajta előítéletek vannak. Ebben is van közös felelősségünk. És nem lehet belebújni azzal, abba, hogy ugyan kellenek reformok, ugyan ön támogatja elvileg a reformokat, most itt az ön az általában az értelmiségről szól, de amikor elindulnak, akkor minden egyes pillanatban azt mondják, hogy igen, de hogy akkor mi történik itt, ott, meg amott? Igen, arra mind figyelni kell. Igen, szociális támogatás kell. Igen, más családtámogatás kell. Ezt mind meg kell csinálni. De ezek nem a reformok ellenére szólnak, hanem csak úgy, hogy ezt kellő gondossággal kell végigcsinálni. Ezt is elhiszem, és még egyszer mondom, azt szerettem volna érzékeltetni, hogy ez nem egy laboratórium. Még akkor se, ha egy bankár, egy gazdaságjelző, egy laboratórium mögül egy számokat néz, és elfogadja azt, amit a kormány meghirdet. Hanem ez egy nagyon-nagyon-nagyon bonyolult, lelki, múlthordozó, kibeszéletlen ügyeket hurcoló rendszer és társadalom. És azt gondolja, hogy ezt a magyar miniszterelnök nem tudja. És azt gondolja, hogy a kormány politikusai ezt nem tudják. És azt nem gondolom. Nagyon is tudják. És nem gondolom, valami véleményem támad mindarról, látok magam. Nagyon tudják. És én még egyet tudok, hogy tanulva az elmúlt 15 évből, amikor mindig minden politikus megtalálta, hogy miért ne cselekedjen, miért ne, nekünk ebben az első pár hónapban a cselekvést a legtöbb területen el kell indítani, akár azon az áron is, hogy a döntéseink nem mindig a legtökéletesebbek. Mert olyan lehetőséget szalaszt el minden kormány, aki nem cselekszik az első egy évben, hogy nincsen tovább meg. És nekem az úgy kell föltenni a kérdést, hogy ismerve a kormány apparátusának, politikai világának kapacitásait, vagy nagyon visszafogok mindent azért, nehogy egyetlen egy hiba is legyen, de akkor a felét fogom tudni megtenni, vagy talán még annyit sem, vagy számolok azzal a kockázattal, hogy az elején lesz itt hiba. Talán oktalanul is fogunk tévedni. De muszáj sok területen elindulni, hogy a végén az ország ebben a 4 évben érezze, hogy a 700-át érdemes volt érte megküzdeni ezzel a miniszterelnökkel. Ön szerint, ön azt mondta ugye ebben a beszélgetésben, amikor korábban, hogy gyakorlatilag ma az MSZP-n belül van az egyetlen ember, aki erre képes. Az a kérdés, miniszterelnök, hogy ön szerint a magyar társadalom teljes egésze, beleértve a kis számú értelmiségét és a nagy számú többséget, vagy viszonylag kis számú értelmi, egy 1-10 skálán mennyire sikerült meggyőzni a reformok szükségességéről? Mennyire sikerül a végére meggyőzni? Gondolom, hogy ma ebben nem állunk túl jól, de be kell valljam, hogy ez ne értse félre. Közös munka. Ne értse félre. Az első, a harmadik hónap végén nem ez a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy 2-3-4 év alatt fogadja el és értse meg. Nem lehet azzal a Magyarországgal elfogadtatni az egészségügyi reformot, ahol demokratikus vita, nagy rendszer átalakítása még soha nem volt, és az egészségügyi reform egyébként 7-8 fontos eleméből. Egyetlen egy elem, a 300 forintos vizitdíj az, amely körül forog a vita. Természetesen az ország ezt nem szereti első és második és harmadik látásra sem. De nem csak az a kérdés, hogy mit szeret az ország. Ez világos. Az a kérdés, hogy mi jó az országnak hosszú távon is. Nem olyan politikusok kellenek, akik mindig azt teszik fel a kérdés, hogy te jó Isten, mit mértek, hogy ezt mit szeretnek? Olyan kell, aki hajlandó megküzden az igazán. Ezt én értem, bocsásson meg, a vizitdíjjal még azt sem gondolom, és még elmegyek addig, hogy nagyon népszerűtlen dolgot fogok mondani, hogy sokan valószínűleg elfogadják ezt a vizitdíjat. Nem ez a probléma. Bocsásson meg. Az a probléma, hogy önök nem kínáltak arra tervet, hogy a botrányosan alul fizetett magyar orvostársadalom, hogy lesz jobban fizetve, el fognak menni az orvosok, 1-2, ha valaki vizitdíjat fizet, vagy kórházi ellátási díjat fizet, akkor annak már jogosan vannak
komoly igényei. Akkor legyen tiszta a WC a kórházba, akkor ne törjék rá az ajtót bármelyik, és így tovább. Annyira... Szóval van ennek egy összetetés. Igen, de be kell valljam, hogy annyira zavar, hogy ezt éppen ő mondja. Tudnélik, szerintem több, mint igazságtalan, amit most mond. Mi? Te azt mondja, hogy nem tettük mellé, hogy ezért elvárás van. Nézze, tavaly június óta, több mint egy éve, az előző Gyurcsány 100 lépésében a 21 lépés egyikeként csináltuk meg az egyéni egészségbiztosítási számlákra a döntést, akkor a három csomag van az egészségügyben, és egy éve beszélek arról éjjel-nappal, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy garantálni kell mindenkinek ugyanazt a minőséget kikényszeríthetően. Egy év után Magyarország egyik legtöbbre tartott riportra azt mondja, hogy nem beszélünk erről. Nem, ha nem 15-ször beszéltem, egyszer sem, és hogyha önnel nem tudom megismertetni a reform részleteit. Én értem a reform részleteit. De akkor kell, hogy tudja, hogy erről nem csak, hogy beszélünk, hanem erről programok vannak. Legalább önnek kell tudni, mert ha ön sem tudja, nem fogja tudni. Hajdúhatházán az, akinek tudnia kell is. Ön úgy mondja ezt nekem, mintha ez nem így lenne. Nem, én azt... Jó. Már pedig így van. Nincsen. Már pedig így van. Kilépek ebből oldalra, nem adom föl, de azt hiszem, hogy nincs idő el. 15 másodpercben mondja meg az orvos fizetésekről, mi a vélemény? Muszáj azt kérdeznem, hogy hétfőn, véletlenül éppen akkor, amikor megjelent ennek az összödi szövegnek a híre, ugye másnap, egy oldalas hosszú írást írtam a Népszabadságban, amelyben elmondom, hogy hogyan lesz ebből a fejlett világgal versenyt tartani tudó egészségügy olyan jövedelmekkel. Sokszor beszélünk erről, hogy mi az a mechanizmus, aminek a végén ez a biztosítás alapi egészségügy magas jövedelmet hoz. Csak tudja, ha nagy cikket írok, azt mondják, hogy ne írjak, mert az hosszú. Hosszú, nem olvassák. Azt nem olvassák el. Hogyha eljövök önnel beszélgetni, akkor lemaradunk a 300 forintnál is, hogy miért nem mondjuk el empatikusan és érthetően. Ha pedig van 12 másodpercem a híradóban, akkor pedig megint csak bajban leszünk. Higgy el! Miközben az ország mély reformokra vágyik, és hatalmas kincs, amikor 50 percet lehet beszélgetni, 20 perce azon vitatkozok és érvelek magával, hogy menjünk már mélyebbre. Hogy beszéljük végig, hogy az egészségügyi reform erről szól, hogy ne toljon abba a szerepbe, hogy ez nincsen készen csak azért, mert a részleteket sajnos talán még ön sem ismeri. És a miniszterelnök nem a legjobb szándékkal mondtam, 20 perc, dehogy nem, 20 perc óta védekezik, és önnek próbálja meg elmondani, hogy dehogy nem. Nem akarjuk védekezni, csak válaszoljon. Ott van mindegyik eleme. És ebben ebből kéne kilépni a politikának, hogy gügyögés van, és lassan gügyögés lesz a legjobb politikai műsorokban is. Kellő empátia felkészültségtelen olvasás hiányában. Miniszterelnök úr, van kb. 15 percünk, nézzünk egy kicsit előre. De nézz, a mai mindennapi Magyarországra. Tüntetők vannak az utcán, nem tudjuk hány helyen, nem tudjuk hány városban az országban, nem tudjuk ma éjjel mi fog történni, reméljük őszintén, hogy rendbontás nem lesz. Az ellenzék azt fogja mondani, hogy önök tehetnek arról, ami történt. Önök meg azt fogják mondani, hogy az ellenzék tehetnek. Egyáltalán nem. Hol van a kiegyezés? Nem. Nem. Miért mondja ezt? Onnan kezdtük a beszélgetésünket, legyen fair és egyenes. Hogy azt mondtam, hogy mennyi felelősségem van nekem ebben az ügyben. Igen, igen. Meg nekünk. De tehát, egymás mellé tettünk két teóriát. De én nem mondom, hogy az ellenzék a felelős érte. Ez nem így van. Az ellenzék úgy nyilatkozik, hogy mi vagyunk a felelősek ezért, meg úgy mondjuk, hogy mi. Együtt. A megfigyelési bizottsággal, és azokkal a megjegyzésekkel, talán emlékszik rá, az Auschwitzba megy a vonat. Futballpályás megjegyzésekre mondja az egyik pártvezető, mikor megkérdezték igazságügyminiszterként, hogy mit gondol róla, hogy nem ért a futballhoz. Emlékszik erre a történetre? Olyan. Ezek mind a magyar politika hazugságai. És én azt mondom, hogy mi vagyunk a felelősek. Nem írja egyenlően ezt a felelősséget. Az ellenzék azt mondja, hogy mi vagyunk a felelősek, mi viszont azt mondjuk, hogy mi együtt. Tehát holnap reggel mi történik? Holnap után reggel mi történik? Én csak ott tartok, hogy van egy érdemi különbség ellenzék és a kormánypárt között. Mi értjük, hogy minden közösen a kialakult helyzetben a politika ilyen típus morális válságért felelősek vagyunk, és éppen, hogy nem azt a meccset játsszuk,
amit ön mond. Holnap reggel pedig folytatódik az. Ma reggel parlamenti vitát kezdeményeztem, azt nem akarták. Azt kértem, hogy vitassuk meg a parlamentben őszintén. Ön szerint sikerem volt abban, hogy ott szemtől szembe mondjuk el, hogy mi azok? Ön szerint ki nem akarta ezt a vitát? A kormány? Én akartam. Én javasoltam, hogy legyen 5 párti nyilatkozat. Nagy nehezen az legalább létrejött. Ez azért valami. Nagyon fontos. Még egyszer mondom, én javasoltam. Ha egy pillanatra elmebeteg módon derülátó vagyok, akkor azt hinném, hogy ennek alapján akár lehetne a politikában egy, hát mondjuk így, hogy majdnem egy új hónapot kezdene. Akkor, hogyha mindenki egy vitában merte volna az arcát is oda tenni a papír, ha megkérdeznék most a nézőket, hogy tudnak-e, hogy tudják, hogy abban mi van, azt mondják, hogy fogalmuk sincsen, ez egy arctalan papír. Azt mondtam, hogy ezzel ne elégedjünk meg. A parlamentben nyílt vitában mondjuk meg, hogy mi történik itt. Melyikünk mit gondol erről? És nem akart az ellenzék megvitatni a parlamentben. Ott ült. És ma van egy olyan papírunk, amiről fogalmunk sincs, önnek sincs, hogy mi van benne igazából. Legfeljebb egyszer átfutotta. És az emberek nem fog hatni. Hát azért az erőszak elítélése azért az benne az van. Emberek azért nem az fog hatni. Marad, nem olyan nagyon hosszú. Tudja, ez milyen erős lenne, hogyha a magyar politikusok arcukkal személyesen azt mondanák, hogy na akkor kérem, ez így nem jó. Én pedig azt hallom, hogy ehhez képest a küzdelem végletekig való elvitelére szólít fel délután a legjobb ellenzéki pártelnöke. Hát nem lesz könnyű. Van egy papírom önnek, van egy, azt mondom, a kollégák föl tudják ezt, hogy meg tudják mutatni egy nagyobb táblán is. Valamikor hajnalban a Magyar Televízió hírigazgatójának adta át egy illető, nem tudjuk, hogy kicsoda, bent a házban. Ha megengedi, nem nagyon hosszú, fölolvasom. Ez a bizonyos petíció, amit állítólag már többször megpróbáltak éjjel a televízió valamelyik vezetőjének odaadni, mindegy, a hajnalban sikerült, nem tudom ki. Így szól. A Magyar Nemzet követel, hogy szó szerint olvasom, nem rakszik, hogy a Gyurcsány kormány azonnal mondjon le, felkiáltójel, hogy a köztársasági elnök azonnal írjon ki új parlamenti választásokat, miután jelenlegit feloszlatta. Követeljük, hogy igazi gazdasági szakemberek állapítsák meg, mekkora az ország eladósodásának mértéke, nem a kozmetikázott hiányt, hanem az igazságot akarjuk tudni. Hogy álljon össze egy független szakemberekből álló bizottság, ami kidolgoz egy rövid és középtávú gazdasági tervet. Követeljük, hogy az uniós képviselőket hívják vissza azonnal, és igazi, az ország érdekeit képviselő delegáltak váltsák le őket. Gyurcsány és kormánya teljes anyagi és erkölcsi felelősségre vonása megtörténjen, és amíg nem születik ítélet, addig zárolják vagyonukat, ők pedig ne hagyhassák el az országot, és hogy Magyarország végre a magyaroké legyen, ne a tőkeerős érdekcsoportok szabad példája. Azt mondtam, nem tudom hány embert képvisel ez, de ez is van ma Magyarországon. Hú, persze. Meg az a nagyjából ma 200-300 e-mail a miniszterelnök postaládájába, amelynek mondjuk a 95%-a azért ilyen meglepő, mert az elmúlt hónapokban éppen ellenkező volt az arány. Az jön. De mi volt és mi lett arányában? 100-ból 95-en azt írják, hogy miniszterelnök úr, nagyon hálásak vagyunk, meghallgattuk, amit mondott. A rendszerváltás óta maga az első, aki szemben mer ezzel nézni. Miniszterelnök úr. Ezt mondják most miután mondják ezt? Az összödi beszéd nyilvánosságra hozatal után. Miniszterelnök úr. Nem jó, mert az én teóriámat erősíti meg. Azt akarom önnek, ne ebből induljon ki. Azt akarom önnek mondani, hogy maradjon. Miniszterelnök úr, soha nem szavaztam magára. De azt tudom mondani, amit ön tesz, az régóta először visszaadja a hitemet, hogy a politikusok nem gazemberek. És előtte mi volt 100-ból 95? Hát az egész tavasz, amikor a választási kampányból volt hasonló ilyen az arány, és a kiigazítás óta egészen mostanáig 50-60 e-mailt kapok naponta, hát abból az az arány, hogy 45 azt mondja, hogy hú, a csodába, miniszterelnök úr, és akkor az összes rokonságomat szidják meg, engem elküldenek melegebb éghajlatra, a maradék 5 az, ami hát kér valamit, vagy esetleg támogat. Vasárnap óta megfordult a világ ebben. Én ebből semmilyen következtetést nem mondok le, csak azt, hogy van ilyen szöveg, és van olyan szöveg. Sokfajta szöveg van, és biztosan van most 1000-2000 ember a Kossuth téren. Lehet, hogy 5? Igen. És van 9.900.000 otthon, amelyik így vagy úgy gondolkodik. Nem is egyetértően el attól, hogy nincs a Kossuth. Azt mondom, hogy így vagy úgy gondolkodik.
És azt gondolom, hogy őértük, az átlagos képviselt mentalitásért és gondolkodásért, az ő félelmeikért, maguk aggodalmukért legalább olyan felelősséggel tartozunk, mint akik a téren vannak. Persze. És azt is ide kell tenni az asztal közepére. Jó. Mert tudja, ön is nyilván sokakat hallott, kisgyerekes anyukákat, meg időseket, hogy félnek és rettegnek. És tudja, azokért is van felelőssége, még azoknak is, akik kimennek és az utcára szólítják az embereket, mert kivinni könnyű, hazavinni nehéz. És azt gondolom, hogy talán érdemes lenne végig gondolni, hogy vajon meddig terjed ez a közös felelősség. Ja, ez világ, ez végig is kell gondolni, meg erről beszélni is kell, de menjünk ezt előre. 3 nap múlva, 1 hét múlva, stb. Gondolom, hogy nem lesz Magyarország az első a különféle hírtelevíziók hírei között, vagy hírösszeállításai között. Mert az egy szomorú dolog, hogy azt szerettük volna, ha majd októberben a forradalom 50. évfordulóján kerül újra a világ média érdeklődésének középpontjába, meg politikai érdeklődésének középpontjába. Ez ehhez képest több mint egy hónappal korábban történt. Tehát valahogy ez a történet, vagy ez a sztori ugye elhal, második lesz, harmadik lesz, negyedik lesz, de még mindig tüntetnek, még mindig követelik az önlemondását. Gondolkodtak azon, vagy gondolkoznak azon, hogy valamit változtatni ezen a úgynevezett csomagon? Nem. És nem is fognak? Nem. Semmilyen körülmények között? Nem. Nekem ez a politika. Csomag, meg reform, egy új Magyarország, több igazság. Én nagyobb bátorsággal szemben az elmúlt 10 évvel, nagyon határozottan fogalmazhatok. Amíg engem a kormány pártjai támogatnak, és úgy látom, hogy rendületlenül támogatnak, addig én ezt csinálom, megküzdök érte, 10-szer önnel is itt a stúdióban, meg nyilvánosan is. Szó nincs visszavonulásról. Magyarországnak erre van szüksége, engem nem tudnak rávenni másra. Mert túl sokat fizettünk azért, hogy a politikusaink elgyávultak és megijedtek. Bocsánat, ez kell az országnak. Én nem azt kérdeztem öntől, hogy feladja ezt a csomagot, azt kérdeztem, hogy változtatnak rajta, esetleg enyhítenek-e valamit. Mi enyhítenénk? Ebben a csomagban hiszünk. Ez kell az országnak. Puhítsuk fel a csomagot? Mit javasol? Legyen nagyobb a hiány? Most nem akarok beleszaladni a csomagnak az egyes részleteibe. Legyen nagyobb a hiány? Azt támogatná ön? Nem. Nem támogatom. A magam részéről nem, de én sem, én sem támogatom, ezért nem nyúlunk hozzá. Akkor mi ketten egyetértünk, nem lehet nagyobb a hiány. Abban értünk egyet, hogy ne legyen nagyobb a hiány. De azt, én azt gondolom, hogy ebben mindenki egyetért. Én egyáltalán nem gondolom. Aki azt mondja, hogy vonjuk vissza a csomagot, az ezzel nem ért egyet. Mert ha visszavonjuk a csomagot, és nem mond helyette másikat, tűnik. Az a probléma, hogy nem elég visszavonni a csomagot. 11%-os hiánnyal összedől a forint. Igen. És akkor, aki a csomag visszavonását követeli, és nem mondja meg, hogy mi van helyette, az felelős vagy felelőtlen? Miniszterelnök úr, nem azokat akartam idézni, akik a csomag visszavonását követik. Én csak azt tudni kérdeztem, akartam, hogy módosítanak a rajta, esetleg enyhítenek a rajta. Az nem az, hogy visszavonják. Én csak tudni akartam az ön álláspontját is. Én elmondtam, mit gondolok erről körülbelül, meg hogy milyen talajra hull, de kérdezem még egyszer, tehát a csomagon nincs változtatás. Nincs. Jó, akkor körülbelül mikorra jut oda, mondjuk így a nem létező statisztikai állag magyar, hogy ugyanolyan életszínvonalon éljen, mint 2006 elején? Pontosan írja ezt a konvergencia program, amit nyilván ön nagyon jól ismer. 2009-ben növekednek a jövedelmek, 2009-ben. Tehát 2,5 évet kikapcsolunk az életünkből gyakorlatilag. De az az igazság, hogy mi ketten, miután az ország egészéről beszélünk, pontosan tudjuk, hogy persze azt a ciklus kell együtt nézni, ami 2000-től 2009-ig fog tartani, mert a mai gondunk egyrészt épp abból származik, hogy ma 2006-ban 2000-hez képest több mint 40%-kal többet ér a jövedelmünk. Ez nagyon empatikus. Tudom, hogy ez is kevés, de nem pontszerű ez a történet. Amit nem pontszerű? Nem pontszerű, nem az egyik évet a másik. Ja, és tudja, mit mondok önnek? A Magyar Szocialista Pártot hihetetlen erővel támadták azután a 4 év után is, amikor az elmúlt 30 év legmagasabb jövedelem növekedése volt azzal, hogy rosszabbul élünk, mint 4 éve. És mi balga módon, még csak nagyon meg se védtük magunkat. Én meg azt mondom, hogy az önmagában nem elegendő érv, hogy most meg kell állni ennek az elképesztő növekedésnek. Azt kell mondani az embereknek, hogy most muszáj egy picit megállni, és rendbe kell tenni a dolgainkat. Hol látja ön, miniszterelnök úr, körülbelül 2,5 percünk van ebből a beszélgetésből hátra. Hol látja ön a, mondjuk így, hogy az ellenzékkel való együttműködés lehetőségeit, ha úgy tetszik, határait, ha úgy tetszik, forgatókönyveit a következő hónapokban? 3 dolgot kérdez. Egy feltétel van.
nem mondhatják azt többet a baloldalra, hogy illegitim, politikai, morális értelemben. És fordítva, a baloldal nem mondhatja minden alkalommal, amikor nem tetszik valaminek a jobb oldalon, hogy ők meg fasiszták. Ez egy fontos dolog. De ugye ez egy ismert jelenség. A jobb oldal kommunistáz, meg illegitimnek nevez bennünket, mi meg fordítva időnként ok nélkül természetesen. Meg együtt össze is mossák őket állandóan a szélső jobban. Igen, ezt mondtam, kérdez a feltételeket. Kövér László ma azt mondta, hogy randalírozás volt tegnap este a televízor például. Ez az alapfeltétel. Aztán tudomásul kell venni, hogy csak olyan országot lehet csinálni, amelyben mindegyikünknek az a meggyőződés, hogy az ország az emberek teljesítményéből nő ki, és az ország közepén nem az állam és a kormány van. Ez egy, nem egy bonyolult gondolat. Akik megtisztelik a figyelmükkel ezt a beszélgetést, sok időt követel az emberektől, tényleg 50 perc, szeretnének valami konkrétabbat hallani. Mit terveznek? Parlament, ellenzék, együttműködés. Mit tudnak tervezni? Minden. Hát folytatódik tovább az önkormányzatok dolga, folytatódik tovább az egészségügyi reform, jönni fog az oktatási reformnak a második lépése, nagy ügyekről tárgyalunk. Ha történetesen irtózatosan elverik önöket az önkormányzati választásokon, az milyen üzenet lesz? Hát egy, nem vernek el bennünket irtózatosan. Azt mondtam, hogy történetesen. De én meg mondom, hogy nem vernek el bennünket, csak hogy én is elmondom, hogy én meg mit mondok. Az pedig az az üzenet, hogy a mi polgármestereink helyett találtak egy jobbat, a kormány politikája nem fog változni. Határozottan mondhatom önnek, balga feltételezés az ellenzék vezérének, hogy attól, hogy ki győz az önkormányzati választásokon, az én kormányom politikája megváltozik, miközben tönkrevertük őket 4 évvel ezelőtt, attól sem változott meg a kormány politikája. De hát azért értékelték. És ezt is értékelni fogják, hogy lesz egy értelmezése. De azt kérdezte, hogy igen, megváltozik igen, a kormány politikája. Akkor sem változott meg attól, amikor az ellenzéket nagyon megverték, ha most, ami nem következik be, megvernék a kormányt, attól sem fog megváltozni a politikánk, de nem vernek meg, kettő, én emellett a reformpolitika mellett, az új ország politika mellett kitartok. Miniszterelnök úr, köszönjük, hogy eljött. Én köszönöm, hogy meghívott. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra. Ön a KET21, ne menjenek el.